leszed? Sziasztok! Ez itt megint a Dan Online, újra kilépő interjúk. Kövessetek minket! Kövessetek, lájkoljatok! Csá! Ti voltatok az elsők, túlestetek a tűzkerességen, milyen érzés volt, izgultatok-e nagyon? Szóval egy hálás feladat, hiszen most már túl vagyunk rajta, úgyhogy maradt az öröm rész, annál is inkább, mert hogy a zsűri vélemény és a közönség fogadtatása tökéletes volt. Azt, hogy ilyen véleménnyel voltak rólunk, és hogy ilyen csodálatos megjegyzések voltak, ez külön öröm számunkra. Lehet, hogy jobban izgultam, mint kellett volna, de azt gondolom, hogy amiért én jöttem, az, hogy ennek a dalnak az üzenetét átadhassam, az megtörtént. Fú, nagyon-nagyon jó élmény volt megint így egy ilyen színpadra felállni, megint szerepelni. Megpróbáltam a maximumot teljesíteni. Volt izgulás, tehát azt gondolom, ez az egészséges druk volt ott, aminek szerintem kell, hogy ott legyen. Én igazából jól éreztem magamat, és azt, hogy mennyit adok ki, én mindig szívből énekelek, tehát nagyon mélyről. Nekem már az is egy nagyon nagy dolog, hogy egy ilyen versenyen részt vehettem, függetlenül, hogy mi lesz az eredmény. Iszonyat jó érzés volt, tényleg világ legjobb érzése, csak ennyit tudom mondani. Volt egy körülbelül kész dalunk, és annak megcsináltuk a demo verzióját, és utána a stúdió felvételét, és kimondottan erre a versenyre úgy csináltuk meg, hogy minden ízlésnek megpróbálja megfelelni. Hát én nagyon adok a Kati véleményére. Sokszor kapom ezt a kritikát, hogy nem engedem eléggé ki a hangomat annyira, amennyire tudom, úgyhogy ezt abszolút elfogadom és próbálok majd úgy csinálni. Legközelebb, ha lesz legközelebb. Bőségesen tényleg ez egy annyira nívós műsor, nem lehet elmenni mellette. Mondjuk én magamtól megmondom őszintén, hogy még nem jut észre, hogy indultam volna rajta, hogy hát azért tényleg próbáljuk meg, miért is ne. Legrosszabb esetben is eljuthatok megint egy dallal sok ember szívéhez. Sikerült jó műsort csinálnunk, és következő lépés majd jön, hogy a saját közönségünktől olyan pozitív visszajelzések jöttek, amit még mi se gondoltunk volna. Mindenki azt mondta, hogy hurrá, rock zene van a dalban. Nagyon jól éreztem magam, fantasztikus volt. Nagyon, nagyon éreztem, hogy minden elkészült az idejében, ettől volt egy magabiztosság is nyilván bennem, és közben az emberek szeretete is annyira jó volt, hogy az egész légkör kíváncsiak volt, de pozitívan fogadnak mindenki nyitott, nagyon, nagyon jól éreztem magam. A zeneterápiának van köze ehhez a sikerhez? Lehetséges. Az előbb mondtad, hogy egy maximalista ember vagy, kimaxoltad, 40 pontot kaptál, hova tovább? Nem tudom. Egyébként ez számomra egy fordulópont az életemben. Soha nem volt az, hogy 100%-os pontok, soha nem volt az, hogy ilyen tökéletes a produkció, ilyen pontszámokat kapok. Egy zeneszerzőnek, egy énekesnek ez az álma, hogy bemutathassa a világnak a dalát, és én ezt megtettem ma este, és az csak rátett egy extra lapát, hogy tetszett a közönségnek, meg a zsűrinek. És visszaadnám, mert néha fáj, láttam most a